Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Szolidaritás Mozgalom podcast csatornáján. Kérlek titeket, hogy itt lent iratkozzatok föl, kövessetek minket, és ha tudtok, támogassatok is minket az ismert bankszámla számunkon. Mellettem Székely Sándor, a Szolidaritás Mozgalom elnöke ül. Ti a héten bejelentettétek, hogy a mozgalom elindul az önkormányzati választásokon, és még egy üzenetet fogalmaztatok meg, hogy ki a párt logikával az önkormányzatokból. Így van ez? Üdvözlöm a nézőket, igen, így van. Azért döntöttünk így, hogy ennek a mozgalomnak az élére állunk, hogy ki a pártlogikával a önkormányzatokból, hiszen most már ez egy mozgalom. Ugye azt azért tudni kell, hogy a Magyarország 3200 településéből 3000-ben, ugye a 10.000 feladatiakban általában nincsenek bent pártok, nagyon helyesen, és a maradék településekben is egyre több helyen civilek indulnak is, elindulnak, és van is olyan, akár megyeszékhely is, amit civil szervezet, még a pártkötődésű is, de akkor is civil szervezet irányít, mert a polgárok őket látták alkalmasnak arra, hogy vezessék. De hogy miért kell kivenni a párt logikát? Ugye ez leginkább a főváros és a megyeszékhelyek. Azért kell, mert az elmúlt 30 évben, de leginkább az elmúlt 12 évben tényleg ilyen pártpolitikai szinten elszabadult a pokol, és így mindenki ellen van. És ez egész egyszer lesz várog az önkormányzatokban, már pedig az önkormányzatok azok arról szólnak, hogy azt a falut, azt a községet, azt a megyeszéket, vagy a fővárost működtetni, fejleszteni, szépíteni kell. El kell végezni a munkát. Na most, amikor az van, hogy egy közgyűlésben van egy projekt, és ez sikeres is lenne, de a másik párt csak azért, hogy nehogy a másik föl tudja mutatni valami pozitívumot, megfúrja azt, vagy tüntetéseket kezd el szervezni állindokokkal, és ezt mind a két tábor folyamatosan csinálja, akkor az egy őrület. Tehát ugye ennek nincs értelme, és ezt látjuk is, hát most leginkább Budapesten. Például hogy... most volt ugye ez a kormányzati rezsitámogatásos ügy, majd hát erről is elmondanál a véleményedet. Igen. Hát itt több ügy is van, most mi a két ügyel foglalkoztunk egyébként, igen, ami kirívó volt szerintünk is, ez a párt logika jött elő, ugye egyik a Lánchídnak az ügye, ahol a kormánypárt, a Fidesz képes volt azt az őrületet mondani, hogy nem adják oda a 6 milliárd forintot a Lánchídat, a nemzeti kormány, a nemzeti Fidesz nem adja oda a nemzet büszkeségére az aláírt szerződésben lévő pénzt, mert nem tetszik neki a Karácsony Gergelynek a frizurája, tehát nagyjából ez volt az indok. És aztán gyakorlatilag a másik oldalon is mondjuk, hogy a demokratikus koalíciónak a polgármesterei pedig képesek voltak pártutasításra visszautasítani a kormánytól jövő támogatást, amit a kerületek kaptak volna. Amit az ott élők konkrétan oda lesz. Na most, mondjam, tehát ugye, és akkor ugye mi van? Ugye az van, hogy ilyenkor a pártok kiadják a közleményt, és nagyon boldogok, hogy megtalálták a célközönségüket, és rúgtunk egyet a másikba, de az a vég, hogy Kovács néninek nem lesz önkormányzati támogatása mondjuk a fűtésére, és a Béla bácsi meg nem tud átmenni a Lánchídon, mert nem készül el. Na most szerintünk ez egészen elképesztő, és ezt mindenképpen abba kell hagyni. De hogy mondjak még egy észrevehető példát, azt is Budapestről, hogy én elmentem a 20. kerületnek a képviselőtestületi ülésére, januárira, és a következőt ültem végig két órán keresztül. Először is a Fidesz nem jött el, mert ők valamiért megsértődtek. A többi szervezet összeveszett, tehát az MSZP összeveszett magával és az összes többi ellenzéki szervezettel, ez nyilvánosan a fórumon, majd azon is összevesztek egy picit, hogy 4 vagy 3,5 évvel az önkormányzati választás után hogyan osszák el a felügyelőbizottsági meg a külső bizottsági tagokat. Ez súlyos. Na most, hogy mondjam, és ezt a nyilvánosan, tehát hogy ez a nyilvánosságban sikerült megtenniük. Tehát én amikor párt logikáról beszélek, hogy ez, tehát hogy az, hogy az egyik párt már el sem megy, mert mit tudom én, valami meg, tehát hogy mindjárt lejár a mandátumuk, és ők nem a kerülettel foglalkoznak, hanem egymással. Ez vállalhatatlan. És az a többi kerületben is, nagyjából egész, nem mindenhol, de nagyon sok kerületből, meg nagyon sok megyeszékhelyről, meg nagyon sok 20 F-es az van, hogy nem tudunk megmozdulni, mert egymást fogják a kollégák. De akkor gyakorlatilag ez első körben csak egy ilyen udvarias kérés a Szolidaritás Mozgalomtól a pártok felé, hogy a jövő évi választásoktól tartsák magukat távol?
Hát nézd, ugye mi ugye szeretünk azt gondolni, hogy mi az emberek felé megyünk, hiszen a választáson fogunk részt venni, és azt próbáljuk meggyőzni az embereket, hogy jobban járnak. Ez a téma egyébként nélkülünk is elszabadulóban van. Igen. Tehát ezt nem csak mi mondjuk. De talán a politikában mi teljesítjük, hiszen mi vagyunk ennek most az aktorai. És a pártok felé, hát ugye mi nem... Tehát vagy törvény van, tehát vagy hoz a Magyarország gyűlés egy törvényt, nagyon örülnék, hogyha valamelyik párt benyújtaná, és aztán a Magyarország gyűlés a maga bölcsességében ezt elfogadná. De mi nagy civil szervezet vagyunk, mi nem tudunk ezt ilyet igen. most indítani. Tehát ez az egyik út, és a másik út az, hogy kinövekedjük gyakorlatilag a pártokat az önkormányzati választásokon. Én nem gondolom, hogy ezt most egy év alatt mi meg fogjuk ugorni, és pártalanítani tudjuk, nem tudom, az egész Budapesten a közgyűlést, meg a megyeszékeken, de egy folyamatot elindíthatunk. Yeah. A gondolatot elkezdhetjük építeni, és akkor én azt gondolom, hogy már középtávon is ennek komoly. Tudsz mondani számokat? Elárulhatod, hogy jelen pillanatban hány kerületben, hány megyeszékhelyen, tehát hol mozgolódik a Szoli mozgalom? Nem fogok kérülni a kérdést, fogok mondani konkrétumot is. Ugye mi most volt a közgyűlésünk, és most határoztuk el, hogy akkor mi részt veszünk ezen a választáson. Ugye most kezdjük el szervezni ezt, tehát még az elején vagyunk a folyamatnak. Jelen pillanatban Budapesten, ugye az a célunk, hogy majd listát fogunk állítani, és lesz hozzá a főpolgármester jelöltünk. Annak ugye mi a feltétele a listállítása? Hát 12 kerületbe kell polgármestert állítani, meg hát nyilván a mögötte lévő csapatot is, meg hát egy főpolgármester jelölt sem fog állítani. És ennek most ugye több mint a felével aktívan vagyunk, és nyilván a többi kerületre is vannak komoly... Tehát egyrészt van a saját csapatunk, a saját tagságunk, akinek van ambíció, meg vannak annyian, meg elindulnak, de minden kerületben, vagy sok kerületben tárgyalunk civil szervezetekkel, vagy képviselőjelöltekkel, akik már indultak, vagy most akarnak indulni. Tehát én azt gondolom, hogy valahol szeptember elejére ez az egész csapat ez abszolút föl fog állni. Itt Budapesten, na most megyeszékhelyek, az is egy... itt is fogok konkrétumot mondani, de ugye azt tudni kell rólunk, hogy a Magyar Szolidaritás Mozgalom az egy civil szervezet, és sok mindennel foglalkozunk, és ráadásul van, amikor mi az ember nem kapunk ezért fizetést, ezért ugye mindenki dolgozik mellette, illetve nem biztos, hogy épp van olyan anyagi helyzetben, hogy egyáltalán tudja csinálni, tehát persze tagnálunk, de nem biztos, hogy 2024 ben el tud indulni a választáson, mert nem biztos, hogy van neki, mert ugye ezt építeni kell, ez nem csak egy közleményeket kell jönni, hanem szervezetet kell fönntartani, emberekkel kell beszélgetni, legálisan listákat kell készíteni, hogy ezt nem meg tudod. Ez egy komoly munka, és erre nem mindenütt van nekünk meg a lehetőségünk, és van, ahol ambíció sincsen, no, de mindezeket félretéve, Kelet-Magyarországon is pillanatban az van, hogy szerintem egy ilyen ma azt mondom, hogy ilyen 3-4 megyeszékhelyen biztos el fogunk indulni, ugye, vagy nagyobb városban, tehát mint Ózd, ugye, tehát ilyenek is bejátszanak, vagy Debrecen, Szolnok, tehát hogy ezek vannak. Nyugat-Magyarországon, még Szeged is van ott Kelet-Magyarországon, de Nyugat-Magyarországon egy kicsit még hézagosabbak vagyunk, de meglátjuk. Meglátjuk, de mi nem vagyunk párt, hogy nekünk ilyen minden áron el akarnánk indulni mindenhol. Ahol tudunk és van ambíció, ott el fogunk indulni. Az előző ciklusban te országgyűlési képviselő voltál, független képviselő, és volt neked egy nagy ügyed, ez az Ebra Minimum néven futott, ami ugye nagyjából azt akarja, hogy újítsák fel az ország területén a gyalogos átkelőhelyeket. Van ez a projekt, hol tart, és a Szolidaritás Mozgalom viszi-e ezt tovább, gondolom nyilván, hiszen te vagy az elnöke. Erről kérlek, hogy meséljél bővebben. Igen, ez egy nagyon nagy büszkeségünk. Én is személyesen büszke vagyok rá, de hogy ebben nagyon sok munkát fektettünk, nem csak én természetesen. Ugye arról van szó, hogy Magyarországon naponta 3 embert ütnek el gyalogos átkelőhelyeken ezek a számok. Ugye ennek jelentős része halálos, ugye sajnos nagyon sok halálos, meg nagyon sok súlyos baleset, és mi azt tűztük ki célunknak, hogy mi azt akarjuk elérni, hogy ne legyenek ezek a balesetek. Most mit kell ezt csinálni? Ugye megnéztük, hogy mi a probléma. A probléma nagyon sokrétű.
Egyrészt nagyon régi a szabályozás, az még egy 1982-es határozat van mindenféle módosításokkal, de az egy másik világ volt, hát ugye most azóta már, szóval más az önkormányzati, minden megváltozott, és noplán megváltozott a közlekedés is, sokkal nem tudunk, osztottabb a figyelmünk az autósoknak, a gyalogosoknak is. Sokkal több autó van. Sokkal több autó van, szóval sokkal bonyolultabb ez az egész. Viszont a gyalogos átkelőhelyek azok nem túlságosan változtak, és ráadásul még rossz állapotban is vannak. És nopláne az se teljesen világos, hogy kinek kell karbantartania őket. Tehát, hogy az önkormányzat, vagy a közútkezelő, vagy a rendőrség, hát itt a három szerv között szokott pattogni labda. Van, ahol ez tök jól működik az országban, de nagyon sok helyen nagyon nehézkes. Tehát már egy zebrának a telepítése is nagyon nehézkes. Tehát van, ahol évek óta harcolnak, hogy legyen már a gyalogos átkelő hely. De egy csomó helyen, ahol van, ott meg rossz minőségű. Na, mi ezért találtuk ki egy zebra minimumot, amiben az van, hogy hát ugye fel kell újítani a zebrákat, jobb világítás kell nekik, lehetőség szerint legyenek okos zebrák, ezeken lehetőség szerint a zebrák közelében csak 30 km-rel lehessen hajtani, és hogy kerüljenek be a zebrák a mindenféle GPS alapú rendszerekbe, vagy amikor egy autós közelít, vagy egy gyalogos közelít a zebrához, akkor pittyegjen neki a telefonja, hogy hello, hello, gyalogos átkelőhely következik. Na most, ez átment az Országgyűlési Bizottságnak, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságán majdnem. De nem ment át, mert nem akarták, a fideszesek nem akartak egy ellenzéki javaslatot az országgyűlés elé vinni, mert azt ők nem engedik. De még a fideszes képviselők is mélyen egyetértettek ezzel a programmal, és akkor az történt, hogy a bizottság révén én eljutottam a mindenféle minisztériumokba, és sikerült beszélni a közút, az országos és a budapesti közútkezelő emberekkel is. És őszintén szóval elindult egy folyamat, talán látszik is az országban, a csomó helyen van, elkezdték telepíteni az okos zebrákat, meg felújították őket, meg mindenféle kreatív ötletekkel elkezdték ezeket a zebrákat javítgatni, de az egész azért mégsem valósult meg. Tehát ilyen darabok történtek velünk, sporadikusan, de hát ez még egyáltalán nem jelenti sajnos azt, hogy kevesebb ilyen baleset lenne, és ami a legszomorúbb, hogy Budapesten van a legtöbb. Nyilván itt van a legnagyobb forgalom, nyilván itt a legnehezebb a helyzet, de hát, hogy mondjam, Nyugat-Európában számos olyan ország van, ahol nulla darab baleset van. Tényleg? Gyalogos átkelőhelyen. És mi ezt tűztük ki célnak, az egyik célunknak, hogy Budapesten 10 év alatt a nullára csökkentjük a most napi szintű halálos, illetve nagyon súlyos baleseteket. Úgyhogy ez is az egyik fő projektünk, és igen, ebben nagyon fogunk nyomulni, mert ez egy nagyon szívügyünk lett ez az ügy. Hajrá, és sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm, hogy itt voltál ma velem. Én köszönöm, nektek hogy köszönöm, itt lehettem. Nektek köszönöm a figyelmet, iratkozzatok föl, lájkoljatok, és utaljatok. Hello!